Ez a második szereplésem lesz. 3 évvel ezelőtt egyszer már részt vettem benne, akkor a Vak Tóbiás szerepét játszottam. Most milyen szerepre készült, és aztán hogy alakult? Most éppen Júdás szerepét fogom alakítani ebben az előadásban, illetve a Passió játékban. Ez a második alkalom, hogy igazán az első, amikor még nagyon kicsi voltam, azt hiszem 2000-ben volt megrendezve a Csíksomlyói Passió, és akkor még izsákként rohangáltam itt a hegyen, 9 évesen azt hiszem. Úgyhogy azzal együtt ez a harmadik. Figyesi András barátom mesélt róla, hogy legutóbb dolgozott 3 éve itt a Passióban, és egy közös produkciónkkal aztán mondtam, hogy én szívesen beszállnék prózai darabban, ugyanúgy, ahogy az operát is szívesen csinálom. Nem beszélve arról, hogy egy kihívást is jelent az, hogy az ember prózában mutatkozik meg csupán, és nem kell énekelni hozzá. Ugye itt nem csak egy színházi előadásról van szó, egy szerepnek az eljátszásáról, hanem ez Krisztus szenvedés története, illetve egész élete. Ez úgy érzem, hogy ezért mindannyiunkban meg is jelenik, és a próbákon is ez érezhető a csapatnak a lelkületén, hogy ebben van azért egy többlet. Úgy van, amire az embernek úgy időről időre szüksége van. Ez a Passió nekem minden téren ilyen. Tehát 3 éve bulisztunk is, imádkoztunk is, együtt is voltunk, volt idő csöndben, magányban lenni. Tehát, hogy valahogy ez a 3 éventi Passió, ez mindenre alkalmat ad. Azt is gondolom, hogy nem véletlen, hogy megtalálják az embert ezek a lehetőségek. Egyre fontosabb a mai világban, hogy olyan darabokban közreműködhessen az ember, ahol valamennyire a spiritualitás megjelenhet. Mit játszottál 3 évvel ezelőtt, és most változott-e? 3 évvel ezelőtt János apostol voltam, és most hát ahhoz képest nem tudom, hogy ez merre felé változott, most ördög vagyok. Ördög 2 egészen konkrétan. És mit tartalmaz ez az ördögösködés? Mi mindent kell csinálni? Hát a Hudi László a koreográfus, és a Hudi Lea felesége, ők a 2 koreográfus, és ők kitalálták, hogy jó, sokat kelljen nekünk ugrálnunk, meg szaladgálnunk, meg rohangálnunk fel alá. Például fel kell emelnem Jézust egyszer a hegy tetején a megkísértéskor. Hát ami egy elég durva, elég nehéz feladat. Annás szerepét éneklem, látja, ez ennyire bennem van. Játszom, ez egy zsidó főpap a darabban. Ahol, mint látszik, már próbálom a fizimiskámat is egy kicsit töregíteni hozzá, már egyre könnyebb sajnos, és a határozottságomat és nagyságomat, magasságomat pedig mellé csatolom. Az amatőr szereplőkkel, a statisztákkal milyen együtt próbálni? Nagyon jó. Én azt mondom, hogy semmi rosszat nem mondhatok, és ugye érdekes, hogy gondolom arra vonatkozik a kérdés, hogy benne lehetne az, hogy egy színész hogyan próbál együtt egy amatőrrel. Itt semmiféle ilyen probléma nincsen, és valószínűleg ez már csak ebből a lelkületből is adódik. Dolgoztam kinti helyszínen természetesen amatőrökkel, és mindig operát csináltam. Lassan 2 éve lesz, és talán most nyáron újra megismétlődik az Erkel István király opera, ahol István királyt énekeltem. És ott Komáromban bizony rengeteg statisztával és amatőr énekessel, kórus énekessel dolgoztam együtt, ami körülbelül ilyen hosszú előkészületet igényelt, mint ez a produkció. Hogy haladnak a próbák? Szerintem minden rendben halad, pontosan a... Hát ugye mi színházhoz szoktuk hasonlítani, de a színházi menetrend szerint én azt gondolom, hogy tökéletesen jól állunk. A rendelkező próbákon túl vagyunk, most az első emlékpróbák következnek, illetve majd a német próbákat fogjuk szépen egy picit gyakoribbá tenni. És remélem, hogy az idei is az is annyira sok mindent fog adni, mint amennyit 3 éve is adni tudott.